Jó reggelt, sziasztok! Ott ébredtünk lent a hágón, és most felsétálunk egy ilyen könnyebb terepen, ami a gyerekeknek is kedvező. A Dolomitok a nevét francia geológusról, Deodat Garde di Dolomeuról kapta, aki a 1700-as évek végén vizsgálta a kőzetek anyagát. Itt a Dolomitok mai helyén egykor tenger volt, és az időjárás, ugye a szél, a hőmérséklet hatására alakult ki a mai formája a környékbeli hegyeknek. Az erodálódott mészkősziklák a lábait általában hatalmas törmelékkúpok borítják. De nagyon sok apró kavics van, és emiatt mindenkin azért bukós isak van. Akkor is, ha nem mész ilyen felrattás útvonalakhoz, akkor is föntről egy másik turista csapat, másik ember rá tudja indítani ezt a sok apró kavicsot, és nagyon veszélyes tud lenni, hogyha mindenképp hozzatok sisakokat. És gyönyörű, most is elmentünk a kisfiammal itt a bárányokhoz. Kiderült, hogy vannak újszülött bárányok, szerintem pár órások lehetnek, mert még rajtuk van ez a magzatmez. Környéket különleges tavak, mesébe illő hegycsúcsok, mély völgyek jellemzik. Ezek tényleg felejthetetlenné teszik. És a hegységben található magnézium miatt mindig máshogy reagál a ráeső fényre, és a naplementében vörösre, rózsaszínbe burkolózik. Ez a jelenség olaszul androziának nevezik, azaz a sziklacsúcsok izzása. Mi is legszívesebben felmennénk túrázni, becsatolnánk, felrattás útvonalak, mert valóban azok a legszebb útvonalak, de gyerekekkel is kényelmesen el tudtok jönni, és igen, maximum 1-2 kilométer tudunk jönni felfelé, jelen pillanatban, éhesek, pisilni kell, fáradt vagyok, mikor fordulunk vissza, de innen is gyönyörű a kilátás. Ha ti is szerettek nagyokat túrázni, akkor a Dolomitok mindenféleképpen az egyik kedvenc helyetekké fog válni, mert nem feltétlenül kell egynapos túrákat tenni itt a környékbeli hegyekbe. A hágókon kinéztek egy jó parkolóhelyet, általában egy hely mindig van, és egy-másfél-két órás túrákat is gyönyörűen be tudtak iktatni az autó szerpentinezések közt. Igazán kényelmesek vagytok, akkor nagyon sok helyen felvonóval is meg tudjátok közelíteni a hegycsúcsokat. Elég drága, tehát ahhoz, hogy egy négyfős család feljusson oda a hegytetőre, 20-25 ezer forint az, hogy ide feljusson egy család. Kényelmesen pár óra alatt fel tudtok sétálni. És még a hegycsúcsokról is bőven tovább tudtok túrázni. Ugye ezek is régen háborús területek voltak, azért a bunkerek maradványai, barlangok, barlangjáratok azért vannak a hegyoldalba. Nagyon elhúzódtak a háború, és így a sziklafalakba fölül lövészárkokat alakítottak ki a katonák. Említettük nektek, hogy itt Olaszországban megengedett a vadkempingezés, és feljönnek a lakóautósok egymás mellett, megtartva a saját kis intim területet tudunk este vadkempingezni. Gyönyörű kilátásunk van, körbe hegyek, fenyőfák, és hát szuper a hangulat. Itt vagyunk a felvonóknak a tövébe, és hát itt azért még az elősátrakat is kipakolják. Nézzétek ezt, hogy személyautó tetejére tettek egy kis sátrat, úgyhogy ebbe fognak ők éjszakázni.
Ez nagyon jó, mert menet közben ezt le tudják csukni, és a személyautónak az előnyeit menet közben tudják érvényesíteni. Nyilván este egy picit körülményesebb, ugye kipakolni minden, ebben nincsen semmi zuhanyzó. Úgyhogy itt vannak a franciák, egy hasonló furgonnal, amit a múltkor mutattam nektek, hogy ugye magam varta, kis ágyat szerkesztettek benne. Ugye itt vannak a csehek is, durrantottak egy vízipipát itt, úgyhogy ők is nagyon jól érzik magukat. És hát igazából itt van egy olyan lakóautó, aminek a tetején még a napelemet is kinyitották, szatellit antennát beállították irányba, úgyhogy nekik még tévéjük is van, úgyhogy ezt nagyon élvezik. Ezek szerint, ők szerintem már nagyon régóta itt lehetnek, mert ők igazán befészkelték ide magukat. Este van, 7:30 körül, és mindenki jön elfoglalni a kis maradék helyeket. Egy nagyon picit lejt is, úgyhogy mások azért ki is szintezik. Mint látjátok, ők a belgák, mellettünk egy angol család fog éjszakázni egy kis Volkswagen kis busszal, aminek ugye a tetejét is föl lehet nyitni. Úgyhogy tényleg itt minden formája megtalálható ennek a kempingezésnek. Mindenki azt választja, ami neki a legszimpatikusabb. Nézzétek, mint egy kis kempingbe ki vannak alakítva ilyen tereplépcsők, hogy itt vízszintesen legyenek. Olyan, mintha tényleg ezt a lakóautósoknak építették volna ki ezeket a kis placokat. És nincs recepció. És ilyen egy vadkempingezős nagyobb parkolóhely itt Olaszországba, úgyhogy szuper esténk lesz szerintem. És hát elkezdett csöperegni az eső, úgyhogy be is húzódunk vacsorázni, már ennyi volt. Úgyhogy holnap találkozunk, sziasztok! Ha tehetitek, akkor télen is érdemes ide eljárogatni a síelő kedvelőinek, mert itt az egész régióban egy közös bérlettel lehet síelni, ez a Dolomiti Superski, amely ugye nem olcsó, viszont páratlan szépségű tájakon síelhet az ember. És ez a nyári időszak, ez tényleg a kirándulóknak, a hegymászóknak, a sziklamászóknak kedvez. Ilyenkor itt a környékbeli falvakba, városokba nagyon nehéz szállást találni, úgyhogy ezért is ilyen népszerű itt a sima furgonokból átalakított magamvarta lakóautók is. Itt júliustól szeptember közepéig nagyon nehéz szállást találni elérhető áron. Azért láttunk magyar rendszámos autókat, lakóautókat. A mai nap megelőzött minket egy magyar rendszámos motoros boly. Köszöntek is nekünk. A lakóautó nagyon jól vette az emelkedőket, többnyire mindenhol kettesbe mentem föl, és a nagy visszafordítók is. Azért az olaszok nagyon értik, hogy kell jó szerpentint csinálni, kanyarok azért be is vannak döntve, úgyhogy nem kellett annyira lelassítani, nem fogyott el soha a lendület, és gyönyörűen nem torlódtak föl mögöttünk a személyautósok, motorosok. Na és hát amint látjátok, itt fogunk majd éjszakázni a többi lakóautósnak a társaságába, úgyhogy mások is itt fognak aludni. Most fogok venni egy forró fürdőt, nem azért, mert leizzadtam volna, hanem mert jól fog esni, úgyhogy jó éjszakát, sziasztok!
Sziasztok, itt vagyunk Lagodi Brain, ez a legcsodálatosabb hegyi tó itt Olaszországban, a Dolomitokban. Hát ember van bőven, ugye nagyon turista központú hely, reggel 9 óra magasságában már itt voltunk, sorban álltak a turisták, hogy elfoglalják a kis ladikukat. Korlátozott számban van, körülbelül olyan 20-30 kis csónak van, ezzel ki lehet ide evezni a kis tóra. Hát elképesztően szép, a hegyek teteje felhőben van, kis kőmosások, lavina nincsen, de úgy tűnik így a távolból, és körbe lehet sétálni ezt a kis tavat. Mentőhelikopterek vannak bőven, már 3 eljött, ugye sok túrázó van fönt a hegyekbe. Ez a tó télen beszokott fagyni, ugye gyönyörű a háttérben, hogy a víz így lefagy, jégcsapok, vízesések, és ez a tó be van fagyva, rá van esve ugye a hó, és sok turista, vagy akár akik kicsit tapasztaltabb hegymászók rámennek, gondolván, hogy ez egy vastag jégtakaró, és nemrég történt egy baleset is, egy pár hónapos kisbabával rámentek a turisták, összakadt a jég a család alatt, úgyhogy jöttek a mentőhelikopterekkel. Nagyon drága itt a parkolás, mi nem fizettünk, mi egy picit lejjebb álltunk meg egy erdőszéli parkoló mellett. Engem felhozott Dani a gyerekekkel, én nem mertem itt az erdő közepébe, a sötétbe felsétálni, nekem van egy pici medvefélelmem, és most ide leültünk, nagyon szép a tájkép, picit be van borulva, de így is lehet látni a tónak ezt a világító színét, elképesztően szép. Ugye azért így a Dolomitokban, Ausztriában is, hogyha így hegyek között mentek, nagyon sok az ilyen gletszertó, gletszerfolyás, gletszerpatakok. 50 euró 45 perc ezekkel a ladikokkal, és plusz 10 euró egy kép, hogyha szeretnétek ilyen Instagramos beállított képet. Úgyhogy itt ki van épülve azért a szolgáltatás, így a turistakopasztás felé, de hát gyönyörű, tehát ezt igénybe is veszik a turisták. Sokan vagyunk, van itt egy szálloda, egy étterem, és ugye a horradrága parkolók. Itt vagyunk egyébként az erdő közepén, tehát ugye nincs messze Cantina di Ampezzo, olasz falvak vannak, de ez tényleg egy turista központú hely. És hát körbe fogjuk járni, van itt egy szép kis templom, oda is el szeretnénk menni, és meglátjuk, hogy mennyire tudunk eljutni így a tó körül. Két gyerkőccel, úgyhogy csodálatos.